Kecskemét kincseit örökítette meg Jenes Kata, a fotográfus a Város, ahol élünk című sorozatában azokat az ikonikus épületeket, helyeket mutatja be a nézők számára, amelyek mellett nem szabad elmenni. Kata szívének nem véletlenül áll középpontjában a híres város, itt született, itt nőtt fel. Világéletemben azt szerettem volna, szüleim mintáját követve, hogy legyen egy nagyon szép hivatásom, amit tényleg úgy tudok művelni nap mint nap, amit szívvel lélekkel végzek, és azzal valami értéket teremtek. Sokat gondolkodtam már ezen, hogy mit jelent számomra Kecskemét. Nagyon egyszerűen tényleg annyit tudok mondani, hogy az otthonomat jelenti. Nagyon szeretek ide visszatérni. Egy kicsit ilyen kalandozó életet élünk, főleg amióta a kisfiam is megszületett, szeretném a világot neki megmutatni, és sokat utazunk, hogyha megtehetjük. És azért mindig nagyon jó érzés ide hazatérni. Kecskemétet nagyon szeretem ebből a szempontból is, hogy itt így megnyugszom, hogy itt ismerem az embereket, hogy szeretem őket, hogyha bemegyek a városközpontba, sok ismerőssel találkozok, de az épületekhez is ugyanilyen szívvel, lélekkel ragaszkodom. Ez látszik Kata képein is. Ráadásul a fotográfus egy nagyon különleges technikát alkalmazott egy-egy pillanat megörökítéséhez. Az első pár kocka a Szentháromság temetőben készült, akkor még nem azzal a szándékkal mentem a temetőbe, hogy városképsorozatot készítsek. Egyszerűen ott, abban a millióban éreztem azt először, hogy valami más szeretnék, másképpen szeretnék most fényképezni, és a multi-expozíció volt az, ami akkor ott úgy eszembe jutott. Ennek ugye az a lényege, hogy a néző, amikor a kezébe vesz egy kinyomtatott képet, akkor több felvételt lát rajta. Hogy hogyan készül a multi-expozíciós kép, Kata azt nekünk is megmutatta. Ezt követően az otthonába mentünk, ahol a kisfiával, Andrissal szokott dolgozni. A városkép sorozat képeit is mindig megmutatta neki. Belekerült a listába a városháza, a cifrapalota, a 0 km-kő, a zsinagóga, a templomok. Igazából én érzetekre koncentráltam. Tehát mindig, ahogy oda mentem egy-egy helyszínhez, azzal az érzéssel mentem oda, hogy nekem mit jelent ez a helyszín, illetve hogy vajon mondjuk a kisfiamnak mit jelenthet az új kollégium, ahol most ő tanul. Maga a sorozat az 70-80 fotót tartalmaz, ami most a Scruton kávézóban ki van állítva, az 25 kép ebből a sorozatból. Kiállításhoz vegyesen válogattunk. Igazából nem is a helyszínek voltak a fontosak. Szerettünk volna egy olyan anyagot láttatni a közönséggel, ami egy széles spektrumát mutatja meg a városnak is, illetve az én látásmódomnak is. Úgyhogy ezért vannak benne valóban városkép jelenetek is, de van egy-egy makró felvétel is például, ami az üvegablakokról készült. A fotográfus mottója, hogy soha ne adjuk fel, a sorozat is erről szól, hiszen több képet a téli hidegben lefagyott kézzel készített. Kata azt szeretné sugallni, hogy mindig van egy új cél, egy új feladat, amit a legjobb tudással kell elérni és megvalósítani.